mi férfiak ilyen kompetitív társaság vagyunk, szeretünk versenyezni, a kártyázunk, akkor pénzbe kártyázunk, hogyha focizunk, akkor gólra játszunk, és persze a munkánkban mindenek előtt szeretünk baromi jól teljesíteni, és lenyomni a másikat, és mindenkinél jobb vagyok, és még ha 30-40 fölött járok, vagy 50 fölött, akkor is megmutatom ezeknek a 20-as taknyosoknak, hogy én vagyok a jobb, és én is nemrég Szegeden jártam, és persze beálltam a piarista gimnáziumban focizni, és baromira örültem, hogy lőttem egy pár gólt, és persze hát ezek a fiatalok, ezek olyan gyorsak voltak, hogy kellett volna egy kemény hátvéd, aki elgázolja őket, de mindemellett, amikor az ember mondjuk kiesik a történetből, vagy azt mondja, hogy most én beteg vagyok, vagy nem mondja azt, hogy beteg vagyok, de valami félbeszakad, akkor meg hoppá, kiderül, hogy valaki a helyemre állt, még esetleg jobban is csinálja, amit én, és aztán persze, amikor jövök vissza, akkor valahogy visszaengednek a sorba, de baromira nem az van, hogy teljesen pótolhatatlan vagyok, senki nem állhat a helyemre. Egyetlen hely volt, ahol én az eddigi életem során pótolhatatlannak éreztem magam mindannyiszor, amikor a gyermekeim születtek, és ott tartottam őket a kezemben, a feleségem feküdt kimerülten, és akkor úgy éreztem, hogy biztos lenne, aki szakszerűbben tartaná, biztos lenne, aki jobb fej, aki ezt tanulta, és így tovább, de én nem van szükségük, mert én vagyok az apjuk. Egyik délelőtt, nem régiben, ahelyett, hogy dolgoztam volna, most se a kiadóim, se a munkaadóim ne figyeljenek ide, a 3 éves kicsi lányomnak ilyeneket csinálgattam. Ezt jobban meg lehetett volna természetesen csinálni, hogyha kinyomtatja az ember, van laminálónk is gépileg, viszont ez nem lett volna ilyen, mert ebben benne vagyok valamilyen módon én, a bénaságommal, a rajzolni úgy tudásommal, ahogy tudok. Ezek előkerülhetnek akár évekkel később is valahonnan egyik-másik úgy, hogy már felnőtt az a gyermek, és valamiféle üzenetként a múltból mégiscsak megmutatják azt a köteléket, ami bennünket összeköt. De hogyha nem kerülnek elő, csak az ő képzeletében kerülnek elő, vagy valahogy eszébe jut, vagy eszébe se jut, csak egy csepp volt abban a tengerben, ami az ő belső világa, akkor is csináltam valami olyat, ami pótolhatatlan. Legyetek ti is apák!